Fegyelmezett, pontos kosárlabdát játszva, magabiztos, 26 pontos győzelmet aratott a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata szombaton, a tartalékosan felálló Jászberényi KSE együttese ellen az alsóházi rájátszás harmadik fordulójában. Holott a playoutban nem kötelező a fiatal szabály, Dragan Aleksics vezetőedző játék lehetőséget adott a fiataloknak, akik tartva a ponterős támadójátékot végül 98-72-re győzték le a házigazda Jászberényt. Szerencsére sikerült, bár azt hozzátenném, igen, hogy ezek itt a körülményeket tekintve ez így kötelező volt, nagyobb különbséggel is megnyerni, úgyhogy szerencsére minden tervszerűen haladt ezen a meccsen, erről nem hiszem, hogy sokkal többet kell, hogy beszéljünk. Szerdán a jó szériában lévő Kecskemét érkezik Pécsre, akik legutóbbi három meccsüket megnyerték, és ezzel vezetik a play-out szakasz tabelláját. A vendéglátó pécsiek eddig még csak két mérkőzést játszottak az alsóházi rájátszásban. Először kikaptak hazai környezetben az oroszlánytól, majd Jászberényben javítottak mérlegükön. Persze, hogy videóztunk, ugyanazt lehet elmondani a Kecskemétről, mint tavaly, meg azelőtt, mert a szisztémájuk az ugyanarra alapszik, a játék. A keretének alapja ugyanaz, ismerjük őket, egy komplet rendszerben játszanak, nem egy rohanós csapat, nem annyira fizikálisak ellen, de taktikailag nagyon felkészültek, jelenleg jó formában is vannak itt, mindenképpen szeretnénk nyerni ellenük természetesen. Szerencsére nálunk mindenki bevethető, ők ott most kicsit többet játszhatják a fiatalokat, de ettől függetlenül nem hiszem, hogy könnyű meccs lesz. A PVSK Veolia szerda-szombat ritmusban játssza play-out mérkőzéseit. Hát mindenféleképpen jobb, én mindig azt mondom, inkább játszok három meccset, mint hogy hetente egyet és egész héten edzeni. Szerintem minden játékos ezt fogja mondani, még hogyha fárasztóbb is. Az, hogy most play-out vagy sem, ez még csak a harmadik meccsünk lesz a play-outban, úgyhogy szerintem annyit nem számít. A pécsiek a tizedik helyről kezdték az alsóházi rájátszást. Ha a hátralévő meccsekből még egyet megnyernek, a bentmaradás már biztos. Persze a cél a 9. hely megszerzése.